Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. A pénteki nap bal oldalon látható. Ott felül az a csónak mutatja a mozgást. Ez lehet egy utazás tervezése is. De elől ott van a kerítés, itt vannak korlátozások. És ez nem rajtad vagy rajta múlik, hanem mások befolyásolják az eseményeket. Ha úgy tervezitek, hogy előre kellene vinni a dolgokat, akkor mások beleavatkoznak ebben, és irányt kell változtatni. Egy utazásnál is lehetnek korlátozások. Ott bal oldalon látható, hogy mások figyelgetnek téged. Itt megjelennek az arany érmék, vagy anyagiakról van szó, hogy másokat az érdekel, hogy mennyi a bevételed, milyen a nyereség, mennyi pénzed van, vagy mit hova adsz ki, hol költekezel. Az arany érmék összefüggésben állnak a munkával is, az lehet, hogy a munkahelyen vannak kíváncsi személyek, és valaki ír így rád a tehetséged miatt. És ott alul jobb oldalon látható a kaszinó, itt játszani lehet, itt lehet nyeremény, de lehet veszteség is. Amit a kép még jelent, hogy ne játszd el a lehetőségeket, de ne mondd el azt másoknak, hogy mi a terved, mert akkor figyelgetnek téged, irigyek rád, vagy ellopják az ötleteidet, vagy játszadoznak veled. És most megnézzük azt, hogy mi történik szombaton. A középen lévő kártyák utalnak a szombati napra. Itt lesz közeledés, lesz találkozás, ez a férfi szeretne megérinteni téged, lesz egy szép, romantikus este, lehet, hogy valahova elmentek vacsorázni. És ott alul jobb oldalon a két kehely utal az érzelmekre, utal rád és ő rá, a háttérben a ház lehet egy közös otthon, vagy ennek a tervezése. Itt ki lehet most építeni egy stabil párkapcsolatot. Amire vigyázni kell, azt a pénteki napon lévő kártyák mutatták, hogy mások ne avatkozzanak be a dolgokba, légy kicsit titokzatos, másoknak nem kell tudni azt, hogy mi a terved a munkahelyen, vagy mi a terved a párkapcsolat területén. Itt szombati napon a képek nagyon kedvezőek, szépek, különösen ami a szerelemre utal. És most megnézzük azt, hogy mi történik vasárnap. Hogy mi történik vasárnap, azt a jobb oldalon lévő kártyák mutatják. Ott felül van a főpap, ez a lelkész, utalhat a hitedre, legyen meg a hited. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy ő esküszik valamire, és megbízhatsz a szavaiban. Ott alul a kezében van a kard, és az azt jelenti, hogy döntéseket hoz, és beszélni akar veled. És ott alul jobb oldalon látható már egy új irány. És mivel ő hoz döntéseket, ő akarja ezt az irányváltozást, a főpap azt ajánlja neked, azt tanácsolja neked, hogy bízd meg benne. Követheted őt. Ami így hétvégén történik, hogy
akartok valamit változtatni a helyzeten, vagy terveztek egy kirándulást. Sajnos vannak kíváncsi személyek a környezetetekben, és ők szeretnék ezt megakadályozni. Ami az anyagiakat illeti, vagy a munkahelyet illeti, vannak irigy emberek, sőt olyanok is, akik megpróbálnak játszadozni vagy veled, vagy vele. De benne megbízhatsz, lesz egy találkozás, lesz egy szép romantikus este, vannak tervek, lesznek döntések, majd ő szeretne valamit változtatni a helyzeten. Mivel megbízhatsz benne, és vannak jó ötletei, kövesd őt. Ez előnyös számodra is, számára is. De jobb az, ha mások nem tudnak erről, hiszen látható a pénteki napon, hogy milyen a környezet. Bizony vannak irigy emberek, vagy rossz indulatú emberek, akik megpróbálják őt kihasználni, vagy téged, vagy nem akarják azt, hogy ti ketten boldogok legyetek. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!